A napokban számolhattunk be arról, hogy elkészültek a szakemberek a Dózsa György általános iskola energetikai felújításával. A munkálatok végeztével Cserna Gábor polgármester személyesen is látogatást tett az intézményben, hogy megnézze a beruházás eredményét. A polgármestert Tóth Györgyné, az iskola igazgatója fogadta. Nem sok rendezvényen vagyok zavarba, köszönöm szépen a igazgatónőnek a meghívást, de most egy kicsit igen. Hiszen annak idején kabinetvezető asszonyommal együtt ebben az iskolában dolgoztunk, ő tovább, én ugyancsak egy évig. Nagyon fiatal voltam, nagyon szép iskola volt, ahogy most is nagyon szép iskola. Nagyon jó tanári közösség volt, ahogy feltételezem most is az van. És akkor is ugyanilyen aranyos gyerekek voltak ebben a suliban, akik azóta már természetesen felnőttek, hiszen 30 év feletti tanítványokról beszélünk. Igen. Három iskolánk újult meg az elmúlt időszakban, időrendi sorrendben a Vasvári iskola, azt kellettem a Petőfi, most pedig a Dózsa iskola. Mind a három nagyjából ugyanabból a topos pályázati keretből, mégpedig ez egy topos épületenergetikai felújítást megcélzó keret, némi önkormányzati támogatással, hiszen az önkormányzati támogatás annyi volt benne, hogy a kiegészítő munkálatokat az önkormányzat saját forrásából végezte el. Hát ez az iskola, ez a nemzetközi gyermekévben, ha jól mondom, 1979-ben épült, Iker testvérével, úgymond a Gárdonyival, csak ugye a Gárdonynak más a elrendezése. Az iskola azóta kiürült, sajnos, nagyjából, de a Dózsa iskola ma a legnagyobb tanuló létszámmal bíró intézménye a városnak, több mint 700 jár ebbe az iskolába. Ez egy földszint plusz 2 szintes, lapos tetős épület. Nagyon korszerűtlen műanyag, illetve fém ablakok, ajtók, műanyag nyilázárók voltak az épületben. Én magam emlékszem arra a tanteremre, ahol a történelmi és orosz órákat, akkor még orosz órákat tartottam, hogy télen egy kicsit hideg volt, viszont a tanév végéhez közeledve, már áprilistól, májustól, amikor jó idő volt, akkor viszont nagyon meleg volt a tanteremben. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden érv azt indokolja, hogy ennek az épületnek a felújítása rendkívül mértékben időszerű volt. Na mi is, ami megtörtént ebben a topos pályázati keretben? Felújították a külső homlokzatot. Leszigetelték a teljes épületet. A tetőszerkezet teljes rekonstrukciójára került sor. Minden nyilázárót modern, korszerű nyilázáróra cserélte. Az épület úgynevezett gépészeti rendszerén teljes mértékben korszerűsítették, és hát az uniós és mai világ követelménynek megfelelő akadálymentesítés is megtörtént. Hát úgy hozta az időrendi sorrend, hogy nyár volt az, amikor elindultak a felújítási munkálatok, közelmúltban fejeződött be, de a napi oktatói munkát nem zavarta, azt az intézmény vezetése és a kivitelező egyeztetése által nagyon zökkenőmentesen megoldódott. És ahol tanítás van, azokban a termekben a nyári szünetben kicserélték a tanévkezdésre az ablakokat, a többi nyilászárót pedig a tanév során. Hogyan tudták megoldani zökkenőmentesen? Meghosszabbították például az őszi szünetet, erre ugye a törvény lehetőséget ad munkanap áthelyezésekkel, így két teljes hét állt a kivitelező rendelkezésére azon munkálatok esetében, amelyek egyébként az oktató megölő munkát zavarták volna. Én bízom benne, hogy az iskolát használók, tehát a szülők, a pedagógus kollégák, az intézményben dolgozó közalkalmazott kollégák, és leginkább a gyerekek jól érzik magukat ebben a felújított épületben, és sok sikert kívánok a további munkához, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy Isten értesse a Dózsa iskolát. És örülünk, hogy ebben a felújításban a város, a városvezetése partnerként az igazgatónő köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak és mindazoknak, akik munkájukkal segítették a beruházás megvalósulását. Az aulában tartott tájékoztató után körbejárták az iskolát, hogy megtekintsék az elkészült munkálatokat. Közben egy-egy tanterembe is bekukkantott a polgármester, s lepte meg a gyerekeket. A látogatásból nem maradhatott ki a tanári sem, hiszen annak idején pedagógusként itt is dolgozott Cserna Gábor. Találkozva egykori kollégáival egy kicsit felidézték, nosztalgiáztak az akkori mindennapjaikról. A Dózsa iskola idén ünnepelheti fennállásának 40. évfordulóját, az ünnepi programokra a következő tanévben kerül sor.